Ingyenes úszásoktatás minden óvodás számára. Jövő szeptemberben adják át az Avar Hotelt. Folytatják a régészek az ásatásokat a Püspöki úton. Szeptember 27-e van, jó estét kívánok, ez az aktuális, már is kezdünk a legfrissebbel. 18 és 15 év fegyházra ítélték első fokon a tavaly májusban éhen halt gyöngyösi kislány szüleit. Az egri törvényszék Jéméide a elsőrendű vádlottat és K. Gusztáv másodrendű vádlottat különös kegyetlenséggel 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölésben találta bűnösnek, adta hírül a távirati iroda. A vádirat szerint a szülők K. Kiara Jernét szándékosan nem gondozták, a védőnővel nem tartottak kapcsolatot, a gyereket egy éves kora után az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatra nem vitték el, és a szükséges táplálékot sem biztosították neki. Az ítélet további részleteiről a holnapi aktuálisban számolunk be. Kiterjeszti a támogatott óvodai úszásoktatást a nem önkormányzati intézmények óvodásaira a Gyöngyösi Önkormányzat. A város képviselőtestülete tegnap a Kálvária Parti Sportiskola és Általános Iskola tornatermének tetőfelújításáról is döntött. A képviselőtestület még nyáron döntött úgy, hogy átvállalja az óvodai úszásoktatás költségeit a gyerekek szüleitől, és ingyenes vízhezszoktatási programot indít a nagycsoportos óvodások körében. A programhoz Gyöngyös város óvodái valamennyi tagintézménye csatlakozott, így összesen az első körben 358 gyermek részesülhetett az ingyenes úszásoktatásban. Közülük 175-en már szeptemberben elkezdték a programot. A képviselők most úgy döntöttek, hogy a lehetőséget a nem önkormányzati fenntartású óvodákra is kiterjesztik, így a városban működő óvodák valamennyi nagycsoportosa részt vehet a vízhezszoktatási programban. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Fecskeúti tagóvoda főzőkonyhájának korszerűsítésére, az önerő biztosítására pedig elkülönített 12 millió forintot. A kormányzati támogatásra benyújtott pályázatról az önkormányzat a napokban elutasító határozatot kapott. Ezért a képviselőtestület úgy döntött, az önerő összegét az óvoda felújítására fordítja. A pályázatban tervezett munkák között az északi és déli épület szárnyat összekötő folyosó megépítése, a főzőkonyha felújítása és a déli szárny főbejárata előtti lépcső, udvari burkolatok kerítés felújítása szerepelt. A Kálvária Parti Sport és Általános Iskola igazgatója, valamint a Gyöngyösi Kézilabda Klub utánpótlás igazgatója kérelmére az önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetség országos tornaterem felújítási programjára, annak érdekében, hogy az iskola tornatermének tetejét felújítsa. A tető állapota ugyanis annyira leromlott, hogy az esős időben a csarnok beázik és veszélyezteti a sportolók testi épségét. A pályázathoz 30% önerő szükséges, amit az önkormányzat biztosít. A testület úgy döntött, hogy 2018-ban is csatlakozik a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, amely a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézményben jelentkezni kívánó fiatalok részére nyújt támogatást. A következő évben 3 millió forintot fordít az önkormányzat az ösztöndíj programra, a felhívás még október elején megjelenik. Előreláthatóan jövő ősszel adják át a felújított Avar Hotelt Mátrafüreden. Eredetileg 2018. április 3-ától szerették volna fogadni a vendégeket a négycsillagos hotelben, azonban a beruházás során több nehézségbe is ütköztek, ami késlelteti az átadást. Éppen az üvegportálokat rakják be a felújítás alatt álló Avar Hotel szobáiba, a konferenciaterem alapozását készítik elő, és a wellness részleg kialakítása is zajlik. A 98 szobás szálloda minden szegletében kivitelezők dolgoznak. Gőzerővel folyik a felújítás, mert az átadás tervezett időpontjában 5 hónapos csúszás van, mondja Darvas Zoltán tulajdonos ügyvezető. Ugyanis a munkálatokat több probléma is hátráltatta. Sokkal jobban hozzá kellett nyúlnunk az épülethez, mint amit terveztünk, ahogy szép lassan bontottuk ki a különböző részdolgokat, egyre jobban derültek ki olyan plusz feladatok, amiket el kell végeznünk.
nem terveztünk azzal, hogy az meglévő régi úszodát le kell bontanunk, mert az első mechanikai álláspontok azt mutatták, hogy nagyjából meg lehet tartani és fel lehet újítani. Ennek ellenére, miután széjjel bontottuk, egy picit jobban láttuk azt, hogy több probléma is van. A kültéri munkálatokat pedig az esőkés letette a nyár folyamán, tette hozzá az ügyvezető. Az már most látható, hogy a tervezett jövő tavaszi időpontra nem készülnek el. A most kitűzött cél jövő szeptember, mondja Darvas Zoltán. A beruházás értéke 1,5 milliárd forint, amit önerőből valósítanak meg. A szálloda 98 szobával fog rendelkezni. Konferencia és wellness szálloda, 700 négyzetméteres konferenciaközpontunk lesz, kétszintes, ezt építjük most per pillanat, és ez két szintbe. Egy nagyon-nagyon nagy munka volt az, hogy a földet ki kellett termelni, ezzel se számoltunk, hogy ennyire sziklás területet fogunk itt megkapni, és sziklákat termeltünk ki gyakorlatilag, nem is földet. 1000 négyzetméteres wellness központot, bowling sörözőt, 300 négyzetméteres éttermet és VIP részleget is építenek. A tulajdonos reméli, hogy a nagy üvegfelületekkel borított impozáns épület ismét növelni fogja a Mátra turisztikai vonzerejét. Újabb árpádkori régészeti leletek és aránylag épp csontvázak kerültek elő a gyöngyösi olajban főtt Szent János templom környékén. Az első középkori maradványokat 4 évvel ezelőtt találták meg ott munkások. A szakemberek az akkor megkezdett ásatásokat folytatják. Rendhagyó tanóra keretein belül berzés gyerekek ismerkednek a püspöki úti olajban főtt Szent János templom falánál folyó ásatással és leletekkel. 2013-ban csatornaépítés közben kerültek itt elő először régészeti leletek. A csontokról egy speciális kormeghatározással kiderítették, hogy a 10. századból származnak. A Dobó István Vármúzeum régészei már 2015-ben folytatni szerették volna a munkát, ám arra végül csak idén kerülhetett sor. Leletek pedig most is akadnak szép számmal. Egyik gyermeksír alól esvégű hajkarika került elő. Ez a korszaknak az egyik meghatározó, jellegzetes leletanyaga. Ez az Árpádkorra tehető. Inkább ezek a kisebb méretek, főleg az Árpádkor első felére, a nagyobb méretek később. Ez egy kisebb méretű volt, tehát inkább azt lehet mondani, itt már a Árpádkor első felére tehető a felső sírsor vélhetően, illetve néhány árpádkori edénytöredéket is találtunk. Az elmúlt napokban felszínre került leleteket mutatja Hisz Györgynek Tóth Zoltán régész. A polgármester szerint a képviselőtestület kötelessége támogatni az ehhez hasonló, a város múltjával foglalkozó régészeti ásatásokat. Tavalyi költségvetésben már szerepelt egy 500 000 forintos összeg, és hogyha itt most még az árpádkori temetkezés alatt újabb rétegeket találni, tehát megyünk vissza időbe a 900-as évek, 800-as évek, tehát honfoglalás előtti korok leleteit is találják, akkor azt gondolom, hogy ezt nekünk kötelező finanszírozni, hiszen Gyöngyös legkorábbi említése oklevelekbe 1261-ben van, azt megelőzően nincs írásos emlékünk. A szakemberek az egyház engedélyével a templom falon belül is dolgozhatnak. A feltárás várhatóan október 6-áig tart. Két baleset is történt környékünkön az elmúlt 24 órában. Tegnap este a Mérges út és az Egri út kereszteződésében történt baleset Gyöngyösön, ma délelőtt pedig egy személyautó és egy teherautó ütközött össze az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. A baleset következtében a teherautó felborult és maró hatású anyag folyt az útra. A rendőrök a műszaki mentés idejére a külső forgalmi sávot lezárták a forgalom elől. Itt a Mérges-Egri úti kereszteződésben történt tegnap este a baleset. Információink szerint a Volkswagen típusú gépjármű átment a piroson, és neki ütközött az Egri út irányába haladó személyautónak. Az ütközés következtében egy utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Őt a mentőszolgálat munkatársai elszállították, tájékoztatott Soltész Bálint, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Ezek a képek pedig ma délután készültek az M3-as autópálya Budapest irányába vezető szakaszán. A katasztrófa védelmi mobillabor és a gyöngyösi hivatásos tűzoltók egy baleset következtében kifolyt maróanyagtól mentesítik az utat. Egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött az M3-as autópálya 75-ös kilométerénél Gyöngyös Halász térségében szerda délelőtt. A kis teherautó, melynek rakománya sósabb volt, az ütközés következtében felborult, és a maró hatású anyag szivárogni kezdett a szállított tartályból.
A gyöngyösi hivatásos tűzoltók két tűzoltó gépjárművét és a Heves megyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották, akik kiérkezésükkor a járműveket áramtalanították, majd a biztonsági zónát kijelölték. A beavatkozó állomány a balesetet követően megkezdte a sósavát fejtését Savelló tartályokba. Az érintett útszakaszon a műszaki mentés ideje alatt egy sávon haladt a forgalom. A balesetben személyi sérülés nem történt. A turizmus világnapja alkalmából szervezett városnézést a Gyöngyös-Mátra TDM ma 10 és délután 5 órakor, gondolva azokra is, akik munka miatt reggel nem érnek rá. A város kulturális értékeit, látnivalóit tekinthették meg az érdeklődők egy vezetett másfél órás túra keretében. Az ENSZ szervezete 1980-ban jelölte ki ezt a napot azzal a céllal, hogy világszerte megemlékezzenek a turizmus társadalmi, kulturális és gazdasági értékéről. Én azért tartom ezt fontosnak, mert én nem eredetileg gyöngyösi vagyok, de nem ismerem, szégyellem, de nem ismerem nagyon Gyöngyöst. Most lehetőség van arra, hogy megismerjük, és itt a jó levegőn vagyunk, meg itt a közösséget is megismerjük. Én ezért jónak tartom, és én Pesten is gyakran járok ilyen túrákra, mikor vannak a 100 éves házak programja. Mondja ez a hölgy, aki bár helyi, mégsem ismeri kellőképpen a gyöngyösi nevezetességeket és az azokhoz kapcsolódó történeteket. Eseményeket. Ezért is tartja nagyon jó lehetőségnek azt, hogy a Gyöngyös-Mátra TDM csatlakozott a világnaphoz. A helyi értékeket egy szakavatott idegenvezető mutatta be egy másfél órás túra keretében. Ez a úgynevezett országos, vagy mondhatjuk azt, hogy világszintű programsorozathoz mi is csatlakoztunk egy városnézéssel, illetve ez egy kettő városnézés, mert az egyik csoport az délelőtt 10 órakor indult, a másik pedig délután 5-kor. Azért választottuk ezt a két időpontot, hogy esetleg aki dolgozik 4 óráig vagy fél 5-ig, az is lehetőséget kapjon arra, hogy részt vesz egy ilyen városnézésen. Ugye az ENSZ-nek az volt ezzel a célja, hogy felhívja a figyelmet a turizmus gazdasági, társadalmi és kulturális jelentőségére. Ugyan ma már léteznek digitális alkalmazások arra, hogy kiismerjük magunkat egy város turisztikailag fontos állomásai között. Ám egy vezetett túra mindig nagy meglepetéseket tartogat, ezért is érdemes ezeket választani, vallják a szakemberek. A Gyak felnőtt női labdarúgó csapata is megkezdte a bajnoki pontvadászatot. A Pest megyei 3/4 pályás bajnokságban tavaly aranyérmes gyöngyösi lányok idén is szeretnének jó szerepelni. Az ehhez vezető úton az első lépést sikerült megtenni. Hazai pályán nagy arányú 8-0-ás győzelmet arattak a Valkó ellen. Teljesen megfiatalított lányok vannak nálunk, szokni kell nekik is, engem, nekem is a őket, tehát még hogy egymásra szokjunk. Azért 8-0 a mai meccsen, az mindent elárul, vagy jó? Így van, de hát az ellenfél sem képviselt a játékerőt, amire előzetesen számítottunk, de viszont minden jóban, vagy minden jóban legyen meg a még jobb, most fogalmazzunk így. Legalább tudtuk gyakorolni a helyzet kihasználásokat, mindenkinek előjáték lehetőséget tudtam biztosítani. Ezen az úton, minden indultunk, ezen kell nekünk tovább folytatni a játékunkat. A gyöngyösi csapat 8 góljából 5-öt Nagy György Hanna szerzett. Mindenképpen jobb volt ma a csapategység, sokkal jobban játszottunk, a fiatalok nagyon jól bekapcsolódtak, és kiegészültünk azokkal, akik Gödöllőn ugye nem lehettek ott velünk, így mindenképpen úgy jöttünk ki, hogy mindenképpen nyerni kell ma. Te rúgtál 5 gólt, mondjuk a gólokból van-e kedvenced? Hát igazából nincs kedvencem, a csapat érdekébe tettem, és nagyon jól működött ma minden. Hogy látod itt, ugye megint ebbe a megyei, vagy Pest megyei bajnokságba fogtok szerepelni, tavaly megnyertétek, lehet esetleg megvédeni a bajnoki címet? Hát a nyáron nagyon átalakultunk, de mindenképpen szeretnénk ugyanolyan jó eredményt elérni, mint a tavalyiak. A lányok a folytatásban újra hazai pályán, vasárnap a Műfüvesen, 10 órakor a Vác ellen bizonyíthatják további jó formájukat. Több mint 4300 pályázat érkezett be eddig az Otthon Melege program keretében meghirdetett földgázüzemű gázkonvektorok cseréjét támogató alprogramban. A délalföldi régióból a pályázatokat ma 10 óráig várták, ezt követően a pályázatbenyújtás lehetőségét határozatlan időre felfüggesztették.
Legközelebb az észak-magyarországi régióban megvalósuló készülékcserékhez lehet majd vissza nem térítendő támogatást igényelni, holnap reggel 8 órától elektronikus úton a pályázati portálon keresztül. Október 2-án folytatódnak a tárgyalások a Tesco és az érintett szakszervezetek között a bérekről és a létszám alakulásáról, mondta Bubenkó Csaba. A Tesco által hétfőn a szakszervezeteknek eljuttatott dokumentumokban a munkáltató arról számolt be, hogy 2017. szeptember 1-től visszamenőleg a legkisebb keresetű dolgozók bérét bruttó 179.000 forintra emeli. Bubenkó Csaba úgy véli, a dokumentumokból az derül ki, hogy a 15%-os létszámbővülésre vonatkozó szakszervezeti követelés nem valósul meg. Ezért ebben a témában további egyeztetésre van szükség, és tárgyalni kell még a bérösszecsúszás problémájáról. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy október 2-áig biztosan nem lesz sztrájk. Most jönnek a legfontosabbak még egyszer röviden. Ingyenes úszásoktatás minden óvodás számára. Jövő szeptemberben adják át az Avar Hotelt. Folytatják a régészek az ásatásokat a Püspöki úton. Ez volt az aktuális szerdán, találkozunk holnap is a szokott időben, addig híreinket megtalálják a www.gyöngyöstv.hu oldalon is. Minden jót, a viszontlátásra!